Sok szeretettel köszöntöm a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Központnak közvetítésének nézőit. Kicsit furcsa így beszélni az elképzelt közönséghez, illetve a monitorok mögött ülő közönséghez, de nagyon örülök, hogy legalább így van lehetőség tulajdonképpen beszélgetni. Reményi Nécsekő Borbála vagyok, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványnak a szakmai vezetője, pszichológus, pszichológia tanár, család- és párterapeuta, és ezen a mai előadáson a cyberbullyingról fogok beszélni, ami talán, mint minden ilyen internetes probléma, internetes veszély, vagy egyáltalán a gyerekeknek, a serdülőknek az internetes jelenléte, az ebben a digitális oktatással, karanténnal, minden online világba költözéssel teli év után különösen aktuális. Fontosnak tartom így elmondani, hogy az internet az egy nagyon jó dolog. Ha nem lenne, akkor most ez az előadás sem tudna megtörténni. De ebbe az előadásba, ahogy a cím is sugallja, kortárs bántalmazás határok nélkül, a világhálónak az árnyoldalairól fogok beszélni, ami nem azt jelenti, hogy nincsen neki napfényes oldala, hogy nincsenek előnyei, hogy ne tudnák a gyerekek is, a fiatalok is nagyon jól és nagyon hasznos dolgokra használni, de hogy ez a mai előadás most már nem erre fókuszál. Mielőtt konkrétan a cyberbullyingról, az online világban megvalósuló kortárs bántalmazásról és ennek ágáról, bogáról, megelőzéséről, kezelési lehetőségeiről beszélnék, egy kicsit bemutatnám a szervezetet, ahonnan érkeztem. Remélem, hogy vannak, akiknek ismerős a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány neve, mert hogy nem egy új szervezet. 93 óta működtetjük az alapszolgáltatásunkat, ami egy lelkisegély szolgálat gyerekeknek, illetve 24 év alatti fiataloknak. És a helyett, hogy erről hosszasabban beszélnék, megmutatok egy rövid kisfilmet, ami elég érzékletesen összefoglalja, hogy milyen is egy lelkisegélyszolgálat. Halló, itt a Kékvonal. Miről szeretnél beszélgetni? Most hirtelen mi lett a baja velem? Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy elhagyott. Egy hete még úgy tönt, minden rendben van közöttünk. Teljesen készen vagyok ebben. Látszott rajta, hogy már ivott. Ilyenkor a legrosszabb. Anya próbálta csitítani, de ettől csak még jobban megvadult, és nekilökte a konyhapultnak. Megülnek, néznek. Ha kérdezek valamit, kiröhögnek. Amikor elmegyek mellettük, úgy csinálnak, mintha nem is léteznék. Néha az az érzésem, hogy láthatatlan vagyok. Szerencsé, hogy nem sok minden látszik rajta, de azért épp elég. Tudom, hogy hülyeség volt, de én tényleg megbíztam benne. Aj, beleörülök, ha arra gondolok, kihez juthat el még a fotón. Lehet, hogy tényleg hülye vagyok. Nem értek az egészből semmit, csak nézem a tankönyvet, értem a szavakat, amiket látok, de összefolyik előttem minden. Képtelen vagyok felfogni, miről szól. Nekinek van bár barátja, csak nekem nincs. Ha így folytatom, magányosan fogok megdögleni. Egyszerűen nem értem, engem tényleg nem lehet szeretni? Olyan visszataszító lény lenni. Nem bírom tovább ezt az egészet. Annyira fáj, annyira ki vagyok. Gyakran gondolok arra, hogy jobb lenne egyszerűen meghalni. Egyáltalán nem hallgat rám. Azt mondja attól, hogy néha egy kicsit rá segít a bulira, még nem lesz drogos. De már látszik rajta, hogy esik szét. Azt mondja, bármikor abba tudná hagyni, de akkor miért nem hagyja abba? Megértem, hogy most elkeseredett vagy. Jogosan haragszol. Mesélnél még erről? Bátor dolog, hogy segítséget tudsz kérni. Együtt biztosan találunk megoldást. Ez volt a bemutatkozó, és a kisfilmben felvillantott problémák között is ott volt a kortárs bántalmazás, a kortárs közösségben való kiközösítés, a kislány ignorálása, illetve megjelent egy útra kelt kép is, ami nem sok látszik, de azért épp elég. Ezek már mind átvezetnek a témánkhoz, a cyberbullyinghoz. Egy kicsit szedjük szét ezt a szót,
cyber és bullying. A cyber elég egyszerű, a cyber világ, az internet, a világháló, a virtuális tér. Talán egy picit több magyarázatra szorul a szó összetétel második fele, hogy mit is értünk bullying alatt. Van többféle próbálkozás ennek a szónak a magyarítására, a zaklatás, a bántalmazás, a megfélemlítés, de vannak ilyen szleng kifejezések, mint a szivatás, piszkálás, csicskáztatás. Hát úgy mindez benne tartozik ebbe az angol száz kifejezésbe, de nem minden agresszió, bullying. A bullying az mindig az a fajta agresszió, ami nem egy hirtelen felindulásból, és nem valamire adott válaszreakcióként születik, hanem egy proaktív agresszió. A Dián látnak néhány támpontot, hogyha látunk egy agresszív jelenetet, látunk egy erőszakosan viselkedő személyt, gyereket, akkor mi az, amire érdemes figyelni? Mennyire célirányos az ő agresszív viselkedése? Mit akar vele elérni? Mennyire van a kontextusba valami megfogható érdekkülönbség, konfliktus, sértés, amire egy reakció, esetleg az agresszió. Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ami történik, az több, mint egy egyszeri konfliktus, fontos, hogy legyen ennek egy rendszeressége, egy ismétlődő, vagy egy folyamat jellege. Legyen benne egyfajta tervszerűség. Az se jó, és azzal is foglalkozni kell, azzal is azt is kezelni kell, hogyha a gyerekek mindennapos konfliktusai fizikai erőszakba torkollanak. De akkor egy picit más a dinamika. Akkor a békés konfliktus megoldást, a megegyezést, a kompromisszumra, konszenzusra jutást, illetve az indulatok kontrollálásának a képességét kell fejleszteni. Viszont ha azt érezzük, azt látjuk egy gyerekközösségbe, szülőként, pedagógusként, más felelős felnőttként, hogy itt nincs igazi érdekkülönbség, itt nem valamin összekaptak, hanem van az erős, és van a gyenge, vagy az erősek, és a kiszemelt áldozatok, és valahogy mindig ugyanaz a gyerek, vagy mindig ugyanaz a néhány gyerek kerül a hierarchia legaljára, és tényleg, mintha... De valaki engedélyt adna az ő piszkálásukra, bántásukra, újra meg újra megismétlődik ezeknek a gyerekeknek a semmi bevétele, a csúfolása, megalázása, kényszerítése, vagy akár konkrétan a fizikai bántalmazása is. Mindig van a bullying folyamatában egy fontos szerepe a hatalomnak, hogy az adott közösségbe valahogy a hatalmi egyensúly felbomlott. Vannak az erősek, és vannak a gyengék, és a gyengékkel bármit meg lehet tenni. És ha mindez az online térben játszódik, vagy áttevődik az online térbe, vannak olyan cyberbullying történetek, amik kifejezetten egy virtuális térben kezdődnek, és minden szereplő csak a világhálón kötődik a többiekhez, de jellemzőbb és a kék vonalhoz bejövő hívásokban inkább ez a gyakoribb,
hogy egy iskolai történet, egy osztályban történő bántalmazás, vagy akár a lakókörnyezetben, vagy egy sportegyesületben, tehát egy offline közösségben lévő egyensúlyvesztés és bántalmazás tevődik át online terekre is. Már nem csak a folyosón bántanak, hanem amikor a folyosón bántanak, arról készül egy videó, egy fotó, felkerül a netre, és a kommentekben, a hozzászólásokban, a különböző üzenetküldő applikációkban kapott üzenetekben is folytatódik ez a bántalmazás. Azért fontos erről beszélni, és kicsit külön is beszélni, mert egyrészt nagyon sok gyereket érint, másrészt pedig nagyon komoly szenvedést okoz. Talán megkockáztatom, hogy nagyobb sérüléseket okoz az önértékelésben, önbecsülésben, az éppen alakuló énképben, identitásban, mint a fizikai térben megvalósuló bántalmazás. Időben kiterjedtebb, ott van az a fenyegető gondolat, hogy felkerült a netre az én megalázásom, az én kifigurázásom, és az a kép, az a komment már bármikor az életembe újra előkerülhet, és nagyobb a közönsége. Ha valakit kinevetnek a földrajzórán felelés közben, akkor ezt látja 30 gyerek. Ha kinevetik az Instagramon, vagy feltesznek róla egy nevetségessé tevő videót a YouTube-ra, akkor pillanatokon belül ennek a többszöröse, akár több százszorosa a közönség. Néhány szám ennek a jelentőségéről, ami talán a lényeg, hogy közel a gyerekek fele él át rossz élmény, zaklatást a világhálón, tehát már csak a gyakoriság miatt is foglalkozni kell vele. A következő kisfilm próbálja a folyamatot az áldozat szerepéből érzékeltetni. Eltűnök, megsemmisülök, legyőznek, már levegőt sem kapok, nincs menekvés. Ilyesmikről számolnak be az áldozatok, és az elkövetők, a bántalmazók szemszögéből nézve is egy kicsit más
az online bántalmazás dinamikája. Nincs visszacsatolás, nem látom, hogy az áldozatom már a földön fekszik. Egy átlagos bántalmazó, tehát tényleg, ha nem egy kezdődő pszichiátriai kórképről beszélünk, egy átlagos 7. osztály, 10. osztály, ahol néhány fiú vagy lány kipécéz egy-két gyereket, szivatják, csúfolják, kiközösítik. Előbb-utóbb elérik azt a szintet, amikor a másik szó szerint vagy képletesen a földön fekszik. Látható, hogy nagyon pocsékul érzi magát, látható, hogy kvázi miénk a győzelem, és ez kioltja a további bántást. Az online tér ebből a szempontból is más. Nem látom, hogy a másik éppen mennyire van már mélyen. Sokkal nehezebb felmérni, hogy azt, amit esetleg én egy viccnek szántam, vagy csak egy ilyen kicsi csipkelődésnek, az milyen mély sérüléseket okoz a másikba. És nem olyan könnyű azokat az önkontrollt, azokat a határokat sem tartani, amit mondjuk egy szemtől szemben helyzetben a bántalmazó is érezne. A másik nagy különbség az, hogy még ma is, most miután az egy éve az életünk része a digitális oktatás, még most is azt kell mondanom, hogy a világháló mindenkié és senkié. Mindenki használja, de kevesen éreznek felelősséget, hogy milyen hely is az internet. Kinek a felelőssége az, ha osztálytársak vagy iskolai klikkek szekálják egymást az interneten? Kinek a felelőssége, amikor ezt otthonról, a családi otthonukból teszik? A szülők mondhatják, hogy hát az iskola felelőssége, nem is lenne ez az egész helyzet, hogyha ha ne hozná haza a gyerek a feszültségeket, a rossz kommunikációt, a rossz kapcsolatokat, a nem jól alakuló csoportnormákat. De az iskola is mondhatja, hogy hát mit tudok én tenni, amikor nem is látom, hogy mi történik a különböző virtuális csoportokban. Ott se vagyok. Hónapok óta nem is láttam szemtől szembe offline ezeket a gyerekeket. Ilyen eszközöm lehet. Erre majd még kicsit visszatérünk, hogy milyen eszköz lehet otthon és az iskolában. Ami nagyon fontos, mielőtt arra rátérnénk, hogy mit lehet tenni, mint megelőzés és mint beavatkozás, mint kezelés, hogy lássuk azt, hogy a bullying attól is más, mint egy egyszeri konfliktus, hogy az egész közösséget érinti. Nagyon ritka az a helyzet, amikor titokban marad, amikor X kiválasztja Y-t, és gúnyneveket ragaszt rá, fenyegető üzeneteket küld neki, stb. Ez közönség nélkül nem buli. Ez kell az egész közösség, az az osztály, vagy az osztályon belül az a klik, ahol a bántalmazó folyamatos visszajelzést, visszacsatolást vár, hogy ez, amit ő csinál, az rendben van-e még, azt a közösség normarendszere elbírja-e még, illetve ugyanettől a közösségtől várhat az áldozat is védelmet, hogy nincs senki, aki mellém állna, aki ezt leállítaná, kijelezné, hogy figyelj, ez már nem oké, vagy legalább az, hogy ebből nagy baj is lehet. A közösség jellege abból a szempontból is fontos a bullyingnak, hogy ezek a szerepek nem állandóak. Ha valaki nagyon benne ragad
az áldozat szerepben nagyon benne ragad a rossz gyerek, a bántó, az elkövető szerepbe, akkor nagyon fontos, hogy ezt látó felnőttek adjanak neki eszközöket, hogy átüljön egy másik székre, hogy ne ettől legyen úgymond híres vagy hírhet a társai között, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezek a szerepek nem kőbevésettek, hogy mindenki tehet, van egy saját személyes felelősség abba, hogy mit kezdek ezekkel a szerepekkel, de hangsúlyozom, hogy még nagyobb felelősség az egész közösségem van, illetve azokon a felnőtteken, akik bele tudnak nyúlni, bele tudnak szólni ezeknek a közösségeknek a norma képzésébe. Ha kicsit közelebbről nézzük ezeket a szerepeket, kezdve az áldozattal, rá kell jönnünk, hogy áldozat gyakorlatilag bárkiből lehet. Az, hogy éppen az adott közösségben kiből lesz áldozat, az nagyon függ attól, hogy abban a kontextusban ki az, aki kilóg a sorból. Egy elit gimnáziumba a legrosszabb tanuló. Egy olyan iskolában, ahol nem sik tanulni, ahol mindenki alig várja, hogy betöltse a 16 évét, és többé könyvet se vegyen kezébe, ott az lesz a potenciális áldozat, aki a legjobb tanuló, vagy aki kérdez az órán, vagy aki megcsinálja a szorgalmi feladatot. Nagyon fontos az, hogy amikor azt látjuk, hogy egy gyereket bántanak, gúnyolnak, csúfolnak valamilyen tulajdonsága miatt a társai. Túl kövér, túl sovány, túl félénk, túl nagy szájú. Akkor ne abba keressük a megoldás útját, hogy ő változzon. Lehet, hogy amúgy változnia kell, tehát, hogy tényleg túlsúlyos, vagy tényleg lehetne egy kicsit, nem tudom, barátkozósabb, közvetlenebb. Ez egy dolog. De önmagában az, hogy őt bántalmazzák, gúnyolják, csúfolják, kiközösítik, rossz élményeket okoznak neki, megfélemlítik, ez nem oké. Ez két külön dolog, hogy mi az, amiben kinek fejlődnie kell, változtatnia kell, ki az, aki tökéletes. Mindenkiben lehet találni valamit, amiben jó lenne, változna, fejlődne, másképp viselkedne. De ez teljesen független attól, hogy itt ebbe az iskolába, vagy ebbe a sportegyesületbe, vagy a mi családunkba, vagy ezen a lakótelepen nem tűrjük a bántalmazást. Szóval áldozat mindenkiből lehet. Lehet akár azért, mert nagyon passzív, akár azért, mert nagyon aktív, akár azért, mert alig lehet észrevenni, vagy éppen azért, mert mintha szinte keresné is, hogy hívja fel magára a figyelmet. Bárkiből lehet, de mégis adott társadalmakban, vagy adott kis csoportokban vannak, akik veszélyeztetettebbek, akik jobban ki vannak téve annak, hogy áldozattá váljanak, és ez leginkább az adott társadalomban hangos előítéletekkel van kapcsolatban. Ha egy társadalmi csoportot sok negatív sztereotípia övez, hogyha sokan előítéletekkel fordulnak ahhoz a csoporthoz, vagy ha vannak diszkriminatív gyakorlatok velük szemben, akkor az ahhoz a csoporthoz tartozó, és lehet ez egy etnikum, lehet egy testalkat, vagy lehet, nem tudom, a modernát kapottak csoportja, vagy egészen aktuális új csoportképző
dolgokat mondjak, mint az oltás, de lehet akár a szabadságút túloldalán lakók csoportja, valami, amivel az adott közösség legyen, ez akár egy falu közössége, akár egy sokkal nagyobb közösség, előítéletekkel viseltetik, ott nagyobb az esély, hogy a közösség ennek a csoportnak a képviselőjét fogja áldozattá választani, még ha nem is ilyen nagyon tudatos választás ez. Sajnos azért, mert az előfeltételezés, hogyha egy olyan csoport egyik tagját bántom, amit bántanak mások is, akiket nem szoktak megvédeni, akikről úgy is tudja mindenki, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, akkor én, mint elkövető, sokkal nagyobb eséllyel megúszom a felelősségre vonást, sokkal jobban tudom indokolni az agresszív tetteimet, sőt, számíthatok a közösség tiszteletére. Akár azért, hogy ilyen bátor vagyok, akár azért, hogy ilyen nagyon vicces vagyok. És ez hatalmat ad. Azok a gyerekek, fiatalok, és nem olyan más ennek a dinamikája felnőtt közösségekben sem, akik mások bántásával szeretnék a többiek tiszteletét, vagy legalább félelmét kivívni, azoknak nagyon fontos egyfajta hatalom. A hatalom az biztonságot ad. Nagyon gyakran van a bántalmazó múltjában egy olyan történet, hogy ő tudja, hogy milyen az, amikor őt bántják. Na, abból nem kér többet. Akkor inkább ő lesz az elkövető. Ezen is garantálva, vagy legalábbis azt az illúziót keltve, hogy ő nem lesz a bántalmazás áldozata. Ugyanakkor nagyon sok olyan elkövető van, akikben nem sok félelemérzet van, akiknek van egyfajta bárhonnan jövő jogosultságérzetük, hogy ők ezt megtehetik. Mert az én apukám a nem tudom hol a nem tudom kicsoda. Vagy az anyukám is itt tanít, vagy a nővérem nyerte meg itt az iskola akármilyen versenyét, vagy én vagyok a legkitűnőbb tanuló, vagy én futok a legjobban, engem neveznek be az összes sportversenyre. Van valami, ami megadja ezt a jó esetben hamis gondolatot, hogy ők ezt megtehetik. És akkor beszéljünk a legfontosabb szereplőkről, a szemlélőkről. Nagyon sok kutatás és prevenciós programnak a hasznossága, hatékonysága jelzi, hogy nem túlzás, amikor azt mondom, hogy a legfontosabb szereplők a szemlélők. Mert hogy ez az egész nem működik nélkülük, kell a közönség. És ezek a közönséget jelentő szemlélők tudják egy közösség mérlegét eldönteni, jobbra vagy balra. Nem az elkövető, nem az egyszemélyes bandavezér fogja valójában meghatározni, hogy itt mi fér bele, és mi nem, mi az, ami menőség, és mi az, ami már gáz. Az csak egy látszat, hogy ő mondja meg a tutit, meg az irányt, de ő is azt mondja, amit a mögötte felsorakozók hol nyíltan, hol rejtettebben, de jeleznek neki, hogy mi az elvárás, hogyan lehet ebbe a közösségbe jó pontokat gyűjteni, hogyan leszek én ennek a közösségnek a kimondatlan vezére.
nem csak abból a szempontból fontosak a szemlélők, hogy befolyásolják nagyon erősen az eseményeket, de abból a szempontból is fontos róluk beszélni, hogy rájuk is hat egy közösségben a bántalmazás. Az a gyerek is, akihez soha senki egy ujjal hozzá nem nyúlt, aki soha senki nem gúnyolt, csúfolt, hogy ő is nagyon-nagyon rosszul, feszülten, szorongóan, félelmekkel telien érezheti magát egy olyan közösségben, ahol nap mint nap azzal szembesül, hogy itt, ebbe a suliba, vagy itt a focipályán bármikor megtörténhet az, hogy a nagyok, a fiúk, a lányok, az erősebbek, ők kipécéznek. Hát eddig megúsztam, de hogy ott van a levegőbe, hogy én is lehetek a következő. Ráadásul nap mint nap szembesülnie kell azzal, hogy nem tud semmit tenni. És lehet, hogy nem is így mondja, hogy nem tud semmit tenni, hanem hogy nem tettem semmit. Milyen gyerek vagyok én, hogy látok valamit, ami már messze túlment a vicces határán, és nem teszek semmit. Hatalom és normák. Ez két nagyon fontos kulcsszó, amikor arról gondolkozunk, hogy mi mozgatja ezeket a folyamatokat. És ebben van a kulcs is. Ha egy közösségben megengedett, valahogy megengedődött, ilyen csúnyán mondva, a bántalmazás, akkor az egész közösséggel kell foglalkozni. Se nem elég az, hogy a főkolomposokat elküldjük az iskolapszichológushoz, hogy nem tudom, szerelje meg csavarkulccsal, sem az nem elég, hogy az áldozat átmegy a szomszéd suliba. Mert ha a közösségben nem változik semmi, akkor heteken belül lesz egy másik hangadója a felgyűlt agressziónak, és lesz egy másik kipécézett áldozat. Ráadásul az eltávolított elkövető és az eltávolított áldozat azzal a tudással megy át egy másik közösségbe, hogy igen, a dolgok így működnek, el kell menni a falig, és akkor majd valaki jön, és kiemeli a problémás gyerekeket. Akár azért problémás, mert a hierarchia legalján van, akár azért, mert a legelején. Nem egy jó recept a további életre. Ugyanakkor, és egy kicsit így szólok ahhozokhoz a szülőkhöz, akik azt látják, hogy a gyereküket bántják az osztálytársai, vagy bármilyen közösségben, hogy ugyanakkor sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nincs más út, amikor nem szégyen futni. De érdemes ezelőtt, az új iskola keresés előtt, aktivizálni, motiválni az adott közösséget, hogy legalább legyen egy feltárás annak, hogy mi történik itt. Mert továbbállni, új közösséget keresni is egészen más azzal a tudással, hogy én megpróbáltam, én jeleztem, én segítséget kértem, erről beszéltünk, ezzel foglalkoztak, de köszi, én nem várom meg, hogy változzon-e valami, mert egyelőre úgy tűnik, hogy itt nem fognak engem megvédeni, vagy nem jó irányba haladnak a dolgok. Ez még mindig jobb, mint ha nincs ez kimondva. És ha nincs kimondva, hogy nem a te hibád, nem te vagy a túl okos, túl buta, túl kövér, túl savány, túl alacsony, túl... Ez a közösség nem tud jól működni, és egyelőre nem látjuk, hogy tenne elég erőfeszítést, vagy lenne elég lehetőség erőfeszítéseket tenni
a közösség megjobbítása érdekébe, azért keressünk egy másik helyet. Beszélnék a cyberbullyingnak egy, nem is tudom mi a jó szó, egy eszközéről, az útrakelt képekről. Sexting, ez is egy olyan forgalom, ami a bullyinghoz hasonlóan így beivódik lassan a közbeszédbe is. Intim képek küldözgetése, szex, szexuális és texting. Mondhatjuk, hogy ez szörnyű, meg lehet mindenféle véleményünk róla, de a tény az, hogy a fiatalok élnek azzal a lehetőséggel, hogy a kis okostelefonjaikkal képet készítsenek magukról, barátjukról, barátnőjükről, akár a szexuális tevékenységükről, és ezt egy kattintással küldik is tovább. Megint olyan dolog, hogy lehetne vitatkozni, nem tudom, reggelig azon, hogy ez jó-e vagy nem jó, nem tudom, jó-e vagy nem jó, de biztos, hogy úgy van, hogy már a tizenévesek is ismerkednek akár párkapcsolatra való vágy motivációjával is az interneten. És ennek az ismerkedésnek is nagyon gyakran része az, hogy képet kérek, képet küldök. És hát ismét azt kell mondanom, hogy ez a 2020 és 21 első negyed évében hát nem lett jobb, sőt, szűkültek azok a lehetőségek, ahol a fiatalok új embereket tudnak megismerni, és nagyon sok fiatal párkapcsolat, új párkapcsolat kényszerült egy távkapcsolatban lenni. Lehet, hogy járványügyi szempontból nagyon helyesen, de más szempontokból meg nagyon szomorú módon új szerelmes párok hallhatták egyik szülőtől is, másik szülőtől is, hogy akkor most nem találkoztok hetekig, hónapokig. És hát ez is kedvezett annak, hogy sok legyen az útra kelt kép. Ez a sexting, amiért most ezt idehoztam, az az, hogy ezek a képek, mikor kikerülnek a küldő és a fogadó ellenőrzése kontrollja alól, nagyon gyakran a cyberbullying eszközévé válnak. Tehát az akár úgy, hogy egy tizenéves éppen azért kerül áldozat szerepbe, mert megkaparintanak róla egy kompromitáló intim képet, vagy az a gyerek, aki eleve a közösségben, rossz helyzetben volt, küld magáról egy képet, vagy kicsalnak tőle egy képet, és akkor ez igazi inyencfalat azoknak, akik őt megalázni, lealacsonyítani, megfélemlíteni, zsarolni akarják. Ennek van egy olyan vetülete is, hogy 18 év alattiakról készített erotikus, a nemi vágy felkeltésére alkalmas kép, az gyermekpornográf felvételnek minősül, és ez egy BTK-s ügy, amit azért kevés 16-7 éves tud, amikor ilyen történetekbe keveredik, vagy egy ilyen képet csak úgy hecből tovább küld a haverjuknak. És akkor az utolsó kis filmünket mutatom, ami erről a továbbküldésről szól, illetve ezt próbálja preventálni. Láttunk már ilyet. Csak egy fotó, és csak neki. Vajon megbízhat benne? Igen, biztosan. Ő nem olyan. Az ő barátja nem tenne olyat. Akkor mégis hogyan történhetett? Hogy jutott el mindenkihez? Például hozzád, haver. Most akkor megosztod, mint a többi gyökér. Szó nélkül hagyod, hogy ez történjen vele. Kinek is lesz ettől jobb? Neked ez így oké?
Megosztanád, amikor kiközösítik, és még a legjobb barátnője is kigúnyolja? Na és ezt megosztanád? A pillanatot, amikor maga ellen fordul? Ez is jó content. Ezt is megosztanád? Ahogy hirtelen egyedül marad, mert már senki sem úgy tekint rá, ahogy régen? Vagy ezt a szép jelenetet, amikor rájöttök, hogy a sztori túlnőtt rajtatok? Mert ugye te is tudod, hogy ez bűncselekmény. Ja, hogy nem tudtad? Látod, hogy még otthon is kísérti ez az egész, hogy a szülei milyen dühösek és tanácstalanok? Ez is megér egy megosztást, nem? Csoda, hogy hátrahagyja az iskolát, az eddigi életét. Szóval megosztod? Csak mert mindenki ezt teszi? Vagy szimplán kussolsz? Birka vagy? Ne légy birka. Te is érzed, hogy ez nem oké. Ez nem fér bele. Törd meg te a megosztások láncolatát. Tegyétek meg együtt az első lépést. Kérjetek segítséget egy felnőttől, akiben megbíztok. A szüleitektől, egy tanárotoktól. De hívhatjátok a kék vonalat is. A 116-111-es telefonszámon. Ne hagyd szó nélkül. Igen, tehát kérjetek segítséget, ezzel a gondolattal folytatnám. A kék vonal, és nem azért, mert nem tudom, ez a mi mániánk, hanem azért, mert ezek azok a programok, amik tudományosan is vizsgálva vannak, és hatékonynak találtattak. Úgy gondolja, hogy a leghatékonyabb eszköz a cyberbullying, illetve általában a bullying és az iskolai erőszak kezeléséhez a kortárs segítés. Egyrészt akár egy konkrét kortárs segítő program, az a legjobb, vagy az szuper, hogyha egy iskolának van lehetősége, leginkább munkaideje, mert itt a lehetőség az gyakran ezen múlik, hogy van-e egy olyan mentortanár, van-e egy olyan személy, akár az iskolai szociális segítő, akár az iskolapszichológus, akinek a munkaidejébe belefér egy ilyen program indítása és mentorálása. De ha erre nincs lehetőség, vagy ez most ilyen nagyon messzinek tűnik, akkor önmagában ez a kortársegítésnek a szemlélete és az erről való beszélgetés osztályfőnöki órákon a gyerekekkel, különösen, hogyha ezt az iskolai törekvést támogatják a családok, hogyha ez nem az iskola ugye kizárólag, hanem ha otthon is van arról szó, akár egy közös filmnézés kapcsán, a kötelező irodalom jelenetei kapcsán, a híreket böngészve, hogyha a szülők is felhasználják azokat a mindennapi szituációkat, amikor erről beszélni lehet. Hát, hogy pontosan miről is? Arról, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt. És bár én hiszem és vallom, hogy a gyerekek biztonsága elsősorban a felnőttek felelőssége, de nagyon fontos, hogy ebből a felelősségből adjunk, nem úgy, hogy amilyen kettől kevesebb lesz, ez olyan, mint a szeretet, lehet osztani, és nem lesz kevesebb, hogy adjunk ebből a felelősségből mindig az adott életkornak, érettségnek megfelelően a gyerekek felé is, hogy érezzék, már egy óvodába is érezzék, hogy az, hogy ez a csoport milyen lesz, hogy milyen lesz ebben a homokozóba játszani, az pici szeletekben rajta is múlik, mindenkin múlik. Ha gyerekekkel, kisiskolásokkal, pláne kiskamaszokkal, ilyen ötödik, hatodik most gyerekekkel beszélünk, akkor ez mindig egy ilyen téma, hogy kinek milyen az osztályközössége. Vannak a nagyon jó osztályközösségek és a szörnyű osztályközösségek. És hogy mitől lesz jó vagy szörnyű az a közösség? Te mit tudsz beletenni? A kortárssegítés az a gondolat, hogy nyitott szemmel járok, hogy észreveszem, ha egy társamnak, egy haveromnak, a szomszéd gyereknek, az osztálytársamnak valami baja van,
hogy észreveszem, ha bántják, hogy nem hagyom szó nélkül, hogy én nem az leszek, aki tovább osztja, hanem az leszek, aki azt mondja, hogy figyelj, ez nem vicces, ne oszd tovább. Vagy ezt miért tetted ki ide a falra? Vagy mi ez a komment? Vagy miért nem törlöd? Hogy akkor én is tettem valamit azért, hogy ez egy jobb hely legyen. Ha középiskolás korosztályról beszélünk, de akár már így a mondjuk 12 plusz, akkor azért is nagyon fontos ez a felelősség, mert a felnőttek nincsenek ott. Nincsenek ott a bulikba, nincsenek ott a játszótéren, a focipálya szélén, és különösen nincsenek ott a Viber csoportba, meg az Instagramon, meg a TikTokon, meg a éppen hol. Egymás között vannak a gyerekek, egymásra utalva. És nagyon fontos az alapattitűd, amit szintén a legkisebbeknél, bölcsibe, óviba kellene elkezdeni, hogy amikor ott vagy a kortársaid között, és azt látod, hogy valaki bajban van, és te ezt nem tudod megoldani, és segítséget kérsz, hogy az jó, akkor te nem a spicli, az áruló, a kéma, nem tudom én mi vagy, hanem az a felelős gyerek, aki lehet, hogy egy tragédiát előz meg. Szerintem így a kézmosással egy időben megtanulják a gyerekek, hogy árulkodni rossz dolog. Lehet, hogy most 2020-ban a kézmosás kicsit előrébb került a fontossági sorba, de hogy nagyon mélyen és nagyon hamar. Kérdezem, hogy az árulkodás rossz dolog mellé van-e a felnőtteknek arra figyelme meg motivációja, hogy egy kicsit szedjük szét ezt a mi is az árulkodás dolgot. Ha azért mondod el, hogy XY firkálta a padot, hogy végre kapjon már ő is egy figyelmeztetést az osztályfőnöktől, ez tényleg nem olyan szép dolog. De ha azért szólsz, mert XY bántja a másikat, és te már szóltál, vagy nem mersz szólni, hogy átgondoltad, hogy szeretnél segíteni, de úgy érzed, hogy ez te kevés vagy, és kérsz segítséget, az nem rossz dolog, sőt. Az egy jutalmazandó, egy dicsérendő dolog. És hogy ezt a különbséget nagyon jó lenne a családban is, a testvérek között is nagyon-nagyon hamar megtanítani. Akkor tud jól működni a kortársak egymás közötti támogatása és segítése, ha ez is meg van könnyítve. Hogy persze, legyél ott, próbáld megvédeni, szólj közbe, te ne az elkövető cinkosa légy, hanem az áldozat támogatója, de fontos, hogy annak is meglegyen az útja, hogyha úgy érzed, hogy ez a helyzet túlnő rajtad, akkor kihez tudsz fordulni, mik azok a titkok, mik azok a veszélyhelyzetek, amit muszáj továbbadnod egy felnőttnek, mert nagyon nagy baj lehet, és hogy legyen ott egy felnőtt. És ez viszont már figyelem és kapacitás kérdése, hogy legyünk ott a gyerekeknek. És ez rengeteg járulékos lehetőséget, profitot is hordoz. Tehát az a tizenéves, aki egy olyan közösségbe válik felnőtté, ahol figyeltünk egymásra, ahol az volt a menő, aki megvédi azt, akit bántanak, aki megvédi azt, aki lemarad, az azért egy olyan útravalót kap az egész felnőtt életébe, ami egy pici lépés ahhoz, hogy egy szebb, jobb, biztonságosabb, barátságosabb világba éljünk. Az, hogy a
közösségi dolgok, mindenki ügye, hogy legyen egy aktivitás, hogy mindenki érezze azt, hogy neki is osztottak lapot, hogy ez az egész felnőtt életben, az aktív, felelős állampolgárá nevelésben is egy nagyon fontos dolog, és közben rengeteg olyan probléma megoldó készséget, kommunikációs készséget, és személyes hatékonyságérzetet lehet átadni ezzel a szemlélettel a gyerekeknek, ami aztán továbbra is velük lesz az iskolai évek után. És ami nagyon fontos, hogy nem nekünk felnőtteknek kell a gyerekközösségek történeteit megoldani. Viszont fontos, hogy adjunk teret a közös gondolkozásnak. Az árulkodás mellett a másik történet, vagy fókuszpont, amit gyakran el szoktam mondani, ez az oldják meg egymás közt. Tehát ne árulkodj, vesző, oldjátok meg egymás közt. Baromi jól hangzik, bocsánat, de hogy megtanították-e a gyerekeknek azt, hogy hogyan oldják meg egymás közt? Hogy mire gondol anya, apa, tanítónéni, amikor azt mondja, hogy oldjuk meg egymás közt? Hogyan is kéne ezt csinálni? Mert ha igen, ha egyrészt látnak erre jó példát, ha anya meg apa mindig olyan nagyon jól mindent megoldanak egymás közt, hangos szó, sírás, sértődés nélkül, vagy ha az iskolában van arra jó gyakorlat, hogy hogyan lehet a hibákat helyrehozni, hogyan lehet a félreértéseket tisztelni, hogyan lehet a konfliktusokat erőszakmentesen megoldani, akkor oké, akkor jogos azt mondani, hogy ez most egy olyan helyzet, amiről úgy gondolom, hogy tanultunk róla, láttatok rá példát, próbáljátok meg megoldani egymás közt, de itt vagyok, szóljatok. Azért ez mennyivel más, mint ez a menjél innen, oldjátok meg egymás közt. Legyen akár a cyberbullying prevenciójában is, az egy fontos lépés, hogy beszélgetni a gyerekekkel, közösen gondolkozni. A cyberbullying azért is okoz sok fejtörést, fejfájást a felnőtteknek jogos és érthető módon, mert nagyon sok olyan felületen zajlik, nagyon sok olyan technikai dolog van, amiben hát előttünk járnak a most tizenévesek. Hogy kell belépni, fiókot csinálni, letiltani, lementeni, átküldeni, ezt ők jobban tudják. De alapvetően nem is ez az, ami a problémákat szokta okozni. Ezek mellé kell oda tenni azt a felnőtt élettapasztalatot, azt a felnőtt konfliktus megoldást, probléma megoldást, ami segít ezeket az eszközöket jól, biztonságosan és senkit nem sértve használni. Az utolsó diára azért tettem ezt a 116-000 számot, mert ezen nem 10 évesek és 24 év alatti fiatal felnőttek hívásait várjuk, hanem olyan felnőttekét, legyenek akár szülők, akár szakemberek, akik egy gyerekkel vagy egy gyerek közösséggel kapcsolatban szeretnének a képzett ügyelőinkkel közösen gondolkozni. Tényleg szeretettel várjuk a hívásokat a 116-000 számon, ez egy anonim, éjjel-nappal hívható vonal, ez úgynevezett európai harmonizált hívószám, tehát nincs semmilyen előhívó, csak ezt a 6 számjegyet kell beütni, illetve látogassanak el a honlapunkra, ahol a már említett pedagógusoknak készült módszertani anyagok mellett nagyon sok olyan cikk és kis
összefoglaló kiadvány van, ami kifejezetten szülőknek szól, van egy sorozatunk arról, hogy hogyan beszélgess gyerekekkel, például a cyberbullyingról is, hogy hogyan lehet családi körben ezeket a témákat bevinni, felvetni. Köszönöm szépen a figyelmet!